Watch. Reality. Menni kéne, meg van a másik autó? Hányan vagyunk? Szállj már be, kérlek, ne ezt csinálj, hanem menjünk be és induljunk. Menjünk, járunk a Levente. Indulni kéne, meg vagytok? Meg vagy, Ádik? Meg vagyok. Pizza itt van? Be van zárva, ajtók záródnak. Látok, meg van mindenki? Igen. Tibó, Dénes nálatok van, ugye? Dénes? Itt nincs, akkor gondolom nálatok ül. Igor. Itt vagyok. Dénes ott van? Állj már meg, bazd meg, Dénes. Megállunk, mert nincs meg Dénes. Jaj. Öcsém. Hát és ilyen van a kibaszott kurva világban? De azt nem tűnik fel Levente, hogy ott egy üres ülés? Hát én azt hittem, ott van a másik autó, ja. Dénes. Déneske lost in Csíkszereda. De mi lesz ebből, bazd meg, milyen balhé? Mi van, Déneske, nem jössz? Na, szállj már benne. Nem, az én volt. Nem jössz? 10 óra. Nem, hát arról volt szó, hogy a másik kocsiba ülsz. Állandóan rád kell várni. Kaját meg mindegy. Állandóan. Csináltok. Vicces volt nagyon. Állandóan rád kell várni. Vicces fiúk vagytok. Erre mentél a szendvicsekért? Igen. Ja. Hát szerinted hova megyek, bazd meg? Jövök, ott sehol senki. Valaki? Kér szendvicset? Megvan, Dénes. Déneske, azért egy jó 500 méteren át senkinek sem hiányoztál. Gratulálok. Sofőr úr, akinek mindig nagyon fontos, én kifolyik, fel nem a kérdést, folyik, hogy hol vagy. Én tettem fel a kérdést, és kérdeztem, hogy már és én mondtam, vagy. Hogy itt vagyok. Így van. Nem, szóltam, ugye? Vagyunk. Mehetünk, itt vagyok, szóval induljunk. Kérdeztem, megvan mindenki, közösségének hátrajött az igen. Így van. Meg olyanek, igen. De azt úgy... Hiányoltam a kis hangosgállal. Jó van, jó van, jó van. Megállok, megölelgetlek, megszeretgetlek. Jó van, Déneske, ne haragudj. Jó van, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Tatárjáráskor van egy ilyen legenda, behajtott lóval a tatár ebbe a templomba. És beledobta a tőrét a Mária szobrot, és Mária szobor kezdett lérezni. Másik meg, hogy el akarták vinni a szobrot, mert hogy látták, hogy itt az itteniek mennyire csodálják, meg azt hitték, hogy valami nagyon értékes szobor. El akarták vinni a szobrot, és nem bírta 6 ökör sem, és visszafele pedig egy ilyen 2 ökör, ökrös szekér, székely szekér így visszahozta ilyen szobrot. Szoktak ilyet, hogy felmennek a Mária szoborhoz, kendőjükkel megtörölik, zsebkendőjükkel megtörölik a lábát, és akkor az csodatérű kendő lesz belőle. Jó, baj, mi ezt évek óta gyakoroljuk, fordulj át. Miért követsz mindig? Van rosszat csináltam? Ne nézzetek át, a követnek! Vigyázz, pocsuk! Itt azért vannak páran. Nem mi leszünk az egyedüli csapattagok. Szeretjük hinni, hogy mindennek ellenáll. Mikor vágyad ilyenné ez a világ? Egyik lábat húz előre, a másik visszatal. Izzadt nemzet bennem fogantatik tiszta dal. Az egyik felett... Itt vagyunk a Dánfaj kocsmába végre. Itthon vagyunk, lehet itt hinni itthoni sört, amit Bukarestben gyártanak. Ő emese, ő a kocsmáros. Most el is tudok hamar. Táncolj cigellem! Tiszteletem! Adjon Isten! Jöjjön beljebb! Már parti van! Ez szépen szól nóta. Kedvencem. Mikor a Székelyvarságon voltam, azt mondta a csávó, hogy kérek egy konyakot, meg egy töményet. Ebben a sorrendben. Olyan jó, hogy itthon vagyok, esküszöm, annyira örülök, hogy itt vagytok.
mindjárt iszunk egy pálinkát, utána egyet biliárdozunk, kaptunk zsetont, tudjunk biliárdozni. Megjött a megybefő. A Herr Direktore hazájában vagyunk, Levente. Szevasz. Cső-cső. Na, még egyszer, szevasz. Ez ugyanolyan. Láttad ezt? Csíkosokkal vagyok. Csíkosokkal. Menjünk a műfázba, a kultúrotthonba, ahol én igazgató vagyok, és bemutatom a műfázat, megnézzük a könyvtárat, megnézzük az ifjúsági házat, és utána megyünk hozzánk egy picit. Ez a műfáz? Igen. Aha. Hát azért a füvet levághatná a direktor úr, nem? Jön az igazgató úr, semmi fúvózenekar, semmi tűzoltózenekar, semmi vörösszőnyeg. Gyertek csak, gyertek! Kis kazánka betéve a sarokba fával, kulturáltan lehet tüzelgetni az előadás alatt. Csak fával lehet üzenni, csak ezekkel a fával. Tehát azt jelenti, hogy téli időben, amikor olyan hideg van, hogy ölbe viszed ki a kutyát, ezt szokták mondani, akkor másfél napig kell tüzelni ahhoz, hogy a másfél nap után itt rendezvény legyen, előadás legyen. Majdnem szekérfa elmegy erre, hogy egy rendezvény legyen itt. Ahogy Berec András mondaná, olyan hideg volt, a kutya a kanyarba eltörött. Olyan szárasság járt errefelé, hogy a halak már 3 évesek voltak, de úszni még nem tanultak meg. Ez az eredeti mazelka. Mazelka? Mazelka, híres festő. Úgy látszik, hogy csak az ő festékét találta meg mazelka. Hol vannak a Kis Ádám könyvek? Érdeklődni szeretnék, hogy... Kis Ádám, még nem hallottam róla. Hát, sajnos. Nem probléma. Nem baj az. Kedvenc receptjeim krumpliból, pityókóból. A vöröshagymát megtisztítom, apróra vágom és egy evőkanál olyan fedő alatt üregésre párolom, majd hozzáadom az úzott fokhagymát, ezután hagyom langyosra hűlni és hozzákeverem a tojásos burgonyás töltelékhez, a masszát jól megpúpozom, belőtöltöm a burgonyák üregébe, a töltött burgonyákat megolajozott tepsire rakom és jószorosan egymás mellé, de ez alatt éhen hazba, még ez készen van. Hányan jöhetnek ide be egy héten? Gyerekek? Igen, gyorsan kinyomtatták, még friss, még meleg alap, kicsit el is kenődött a tinta. Hogy elhiggyük, hogy Zsók Levente igazgató. Reggel 8-ra megyek munkába minden nap. 8-tól 3-ig vagyok, ez a programom. Most szabadságon vagyok, ezért nézhatok. Helyi zenekarok akár fellépnek ott. Tegnap ugye volt cirkusz, meg ilyen előadás szokott lenni inkább, néha színház. Megérkeztünk hozzánk. Itt vagyunk a Zsók lakásnál. Itt lakom, ez az a ház. Addig is megszüntem az autót. Jó kolom! Isten hozott nálad, Levikém! Denis! Dénes! Szia! Itt vagyok, itt lakom. Látod, ez az udvar. A Zsók rezidencia. Csíkszeredában születtem, laktunk Csíkszentdomokoson, Balánbányán, utána pedig itt vagyunk 20 éve körülbelül. Na, a kollektorokkal dolgoztok, Levente? Igen. Nagyon királyek vagytok. Villany. Nap van, ott fenn meg a meleg víznek. De király! Ő Sziszi a házőrző. Sziszi királynő. Én most tőletek. Sziszi, gyere ide. Hát Sziszi, ne fét. Az volt, hogy későn adtunk nevet neki. Későn adtunk, és az hallgat, és akkor így lett Sziszi ő. Így lett Sziszi. Itt ez az enyém az autó, a Dacia-m. Na, azért nem kell dicsekedni, Levente. Az a gond, hogy akarsz-e vezetni Dacia-t, de ez nem indul most be. Én szívesen vezetek rá, mármint olyat, ami beindul. És hozok neked egy Dacia-t, tehát minden haveromnak Dacia van. Van nálam Dacia. Mindig van kéznél egy Dacia. De tölti az aksit, tehát az a lényeg. Aha. Tölti az aksit. Hát, ha beindul, de most megyek egy Dacia-ért, jó? Okay. Hozok egy Dacia-t. Szik szó. Most egy csiga. Most igen. Van háza a hátán. Hagymát esetleg, krumplit. Új hagyma van, Levente? Van. És kész? Régi? Régi? Régi nem hiszem. Két hete. Két hete? Mondta anyukám, hogy jó lenne kapálni. De nem kapáltam. Tehát itt van a hagyma, itt van a krumpli, ezen kívül még ültetünk krumplit, a mezőn vannak még krumplik. Ancsutak! Azaz. How it's made. A mai adásunkban Discovery Csíkdán falván. Hogyan készül a gyújtós? Herr Direktore, Zsók Levente segítségével. Ja, hogy azon vágjam el ezt? Igen, igen. Mi van? Itt van már egy kicsit meg. Igen, úgy lesz. Ez jó lesz, Levente? Jó lesz. Azaz. Na, nézzük. Ezt így, hogy... Cseppember. Megvetkezik. Hoppá! Village people. Egy. Már, az 30 perc. Kettő. Ezt fog... Megkaptam el azt. Te, Ádám. Várjál. Respect meg. 43 perc múlva. Ki fog egy tuskó a sok gyökeren? A mérnök úr.
Az lesz az! Most fog a fejedre esni. Vigyázz magadra. Péter, elmenjünk dácsiázni, majd jövünk. Visszajöttek egy kokpiszka, vagy milyen vastagságú? Gyufába remény. EU szabvány. Azért kemény vagyok, hogy viszem a benzint, meg cigarettázok közben, nem? Most kell egy cigi dácsiázás előtt. Itt vagyunk a Dacia istáló, a Burnier Feston érkezik, két pulóverben, baseball sapkában. Aha. Hoppári. Azért ez... Ez komoly. Lehet egy bütyöt. Van egy aktivendát benne, hogy kivegyem? Nem. Nem tudom, hogy Ádám fogja egy tudni vezetni. Tolatunk, igen. Az a volt. Olyan nehéz benyomni ennek a pedálját. Meg lesz az az egyes. Hú, Ádám, már félek, hogy mi lesz. Na mit mond a mérnök úr? Box utca. Picit elakadtunk itt, most a 8 henger. Ciripel van hang? Lehet, hogy gyertyával van. Leköpte? Leköpte. Lehet, hogy dugulás volt, de most megy. Azt mondom, azért mondtam, hagyjad a benzint, kicsit lefolyjon. Lehajtom, úgy jobban látsz lemenni. Gond van ezzel a kocsival. Nem mond, részre se vettük. Picit, mintha rángatnak. Itt leállunk. Kap-e benzint, szerint? Ja, hogy a GT-fék volt húzva. Ezt nem mondjuk el senkinek, jó? Tartsatok velünk! Győztök-e? Szálljon, Eva, úgy elviszi, többet nem jön vissza!